Sziasztok, Matilda vagyok, a mai videó pedig az áprilisi összegzésem lesz, így április elteltével, aminek most azt a becenevet fogom adni, hogy Andi április, ugyanis 4 könyvet fejeztem be ebbe a hónapban, ebből 3 olyan volt, amit Andi miatt olvastam, úgyhogy ez itt az Andi április összegző gyakorlatilag, illetve valószínűleg május is kicsit ilyen Andi május lesz, mert még van egy-két könyvem, ami nem fért be áprilisra, úgyhogy azok lesznek a következők májusban. Úgyhogy nézzük, miket olvastam ki áprilisban. Relatíve most olvastam a legkevesebbet könyv számban egyébként, de már januárban olvastam a második legkevesebbet, ami 5 könyv volt, de úgy 5-2 kis regényt olvastam. Most viszont áprilisban itt volt ez a 2 batár nagy állat, ami nem más, mint a Deva Bad trilógia első és második része, a Bronzváros, illetőleg a Részkirályság, és hát ezek a méretükből adódóan több időt vettek igénybe, ugye ez a 2 együtt, 1100 oldal, ezekkel el voltam egy ideig. Mindkét kötet, most a Deva Bad trilógia olvasását, azt egyébként így végig is vlogolom, mind a kettőből kint vannak már a vlogok a csatornán, úgyhogy ott meg lehet nézni így a vélemény alakulásomat olvasás közben, jó hosszú vlogok is lettek egyébként. Ez nagyon kaotikus, ez kicsit kevésbé kaotikus, de vannak bennük kaotikus pillanatok. Ez a jó ebben az egyből reagálok valamire, miután olvasom dologgal, hogy ott még friss az élmény, és ott káoszosabbak bennem az érzelmek. Szóval ezeket majd ide lentre valahol be fogom linkelgetni, hogy ott meg tudjátok nézni, hogyha érdekel. Maga a Deva Bad trilógia első része ugye az a Bronzváros, szerzője az Essé Chakraborty, és ez egy ilyen keleti ihletésű fantasy, dzsinnekkel főként, és 2 szereplőt követünk gyakorlatilag, Alit és Narit. Nari az egy ilyen szélhámos, aki azzal keresi a napi betevőjét, hogy gyakorlatilag embereket ver át, majd rabol ki, a Kairó utcáin ezzel éli túl, viszont egyszer véletlenül megidéz egy dzsint, aminek következtében el fog ő keveredni Deva Badba, a dzsinneknek titkos nagyvárosába, és ott hát szerencsétlen belefolyik különböző politikai intrikákba, és mindeközben követjük még Alit, aki viszont a Deva Badi, ő Deva Badban lakik, ő egy dzsin, és róla azt kell tudni, hogy ő a jelenlegi dzsin királynak a második fia. Jó cél érdekében próbál cselekedni, de nem egészen mindig úgy sikerülnek a dolgok, ahogyan ő azt szeretné, és vannak bizonyos nehezítő körülmények, és hát gyakorlatilag az egész könyv az, vagy hát az egész sorozat az arról szól, hogy itt ez a nagy, egy bazinek politikai szövevényes, nagy politikai ilyen összegabajodott gombóc van gyakorlatilag, amiben próbálnak a szereplőink túlélni gyakorlatilag. Ez ugye egy high fantasy, mindeközben van egy harmadik karakterünk, Dára, aki meg egy ilyen felszabadított, per még nem felszabadított rabszolga, volt egy dzsin rabszolga, és akkor ő viszi gyakorlatilag Narit Deva Badba, és akkor itt vannak különböző bolyondalmak, nagyon intenzív ez a sorozat. És nekem nagyon-nagyon tetszett, úgyhogy ha valaki már látta legalább a Bronzváros vlogot, akkor ott a végén látta, hogy milyen állapotban voltam. Nagyon-nagyon szerettem, és ezért egyértelműen, miután ezt a könyvet évekig halogatottam, mert meg volt már egy ideje a radaromon volt, igen, meg is vettem a második-harmadik részt, és a második részt, mint ahogy láthatjátok, ki is olvastam, amiben folytatódtak az előző könyvben felépített dolgok. És hát úgy lett vége, hogy igen, kezdem is egyből a harmadikat, legalább nem, mert ez a sorozat olyan, hogy ezt nem tudod úgy olvasni, hogy így kihagyásokkal, ezt egybe kell. Egyben ajánlom én is, mert ez úgy ér véget, hogy azonnal akarod olvasni, ez úgy kezdődik, hogy mi az Isten van, és ez is úgy ér véget, hogy akarom azonnal olvasni a következőt. Nem függő vég, de elég dolgot nyitva, hogy a szerző ahhoz, hogy azt mondta, hogy na jó, most azonnal kell a következő rész, úgyhogy a vlogokat majd belinkelem róla, hogyha valakit érdekel. Szóval ez volt így a hónapomnak a legnagyobb része, ez a 2 kötet. Ez
Ezen kívül a másik Andi ajánlás a Csak mi ketten novellás kötet a Kölymaj Képzőtől, amit egyébként ez nekem egy recenziós kötetem is, mert a Kölymaj Képző most indított egy ilyen projektet, hogy olvassunk hazait, tehát magyar szerzős könyveket ajánlottak gyakorlatilag, és én így kértem tőlük kettőt is, ez volt az egyik, úgyhogy nagyon szépen köszönöm ezt a könyvet innen is a kiadónak, illetve egyébként ennek kapcsán majd lesz egy külön videó, amit elolvastam a másik könyvet is, amit kaptam tőlük, de most a Csak mi kettenről. Ezt Andi elég régóta lobbizza szintén, és ez ugye egy magyar szerzős novellás kötet. Azt hiszem, hogy az ilyen félig pályázatos, félig nem, tehát hogy vannak benne már kiadott magyar szerzők, akik a Könyvmajképzőnél jelentek meg, illetve vannak benne pályázatos, nyertes novellák. Mindenféle zsánerben, de a lényeg az, hogy ahogy a cím is sugallja, hogy a fő sztori az két szereplő körül forog, nem feltétlen romantikus mindegyik, tehát nem feltétlenül a szerelem áll mindegyik középpontjában, de a legtöbb az romantikus novella, és ezt azért is szerettem volna elolvasni, mert mikor megkérdeztem Discordon, azt hiszem egyszer bedobtam, hogy én most cuki romantikus sztorit akarok olvasni, újat mondjuk, vagy újra olvasom a Fengert, kettő közül valamelyik lesz az opció, akkor Andi így rám nézett, hogy Matilda, te még miért nem olvastad a Csak mi kettent? És akkor mondtam, hogy jó, úgyhogy itt vagyok. Gyakorlatilag ezt egész hónapban olvastam, mert novellák, és azt nem szeretem így egybe, mert akkor nagyon összekutyulódnak, ugye kb. Ilyen napi egy, max. Két novellával haladtam, inkább egy, meg a kettő között kiolvastam a Részkirályságot, mert pont úgy fejeztem be a Bronzvárost, hogy még nem volt meg a folytatás, és akkor elkezdtem ezt, de aztán meglett a Részkirályság, akkor azt olvastam, aztán befejeztem ezt, szóval így össze-vissza. Nem tudom, mennyire fog látszódni. Mindegyik novellát itt cetlisztem, meg jegyzeteltem hozzájuk, tehát ugye a zöldek jobban látszódnak, hogy tudjam, hogy mi milyen volt. Erről egyrészt van egy nagyon részletes, szerintem egy viszonylag részletes majos értékelésem, ahol kiemeltem a kedvenceimet, meg a legjobb novellákat, vagy hát amik a legjobban tetszettek. Meg nem most akarok erről a legrészletesebben beszélni, hanem majd abban a videóban, amit majd megcsinálok. De mindjárt mondom, hogy melyikek voltak a kedvenc novelláim, azért kiemelem őket. Hol van benne? Volt benne, itt van. Szóval a legnagyobb kedvencem ebből a novellás kötetből egyébként Kiara, Fillernyi remény címűje volt, ezt a névtelen levelezőtársas ajánlóban is megemlítem, mert ez egy annyira jó ilyen névtelen levelezőtársas vagy csetelőtársas novella volt, nagyon-nagyon imádtam, tehát hogy ez a második novella a könyvben, de úristen, oda-vissza vagyok értem, még mindig nagyon-nagyon szerettem. Érzéseim lettek ettől a novellától, és nagyon-nagyon jó volt. A másik nagy kedvencem az A jégkirálynő volt Talpas Dorinától, amiben, tehát igazából a legtöbb novella, amit nagyon szerettem, azok voltak, ahol nem ilyen nagyon hirtelen jött a románc bele, vagy a romantikus szál, hanem már így el volt vetve korábban a barátság magja, vagy szép lassan kialakult közben, és ez is egy olyan volt, hogy nagyon tetszett, hogy régen jobban voltak a karakterek, aztán már nem voltak jobban, és akkor a novella során itt szép lassan visszaépült a kis kapcsolatuk, és nagyon-nagyon-nagyon jó volt, és a mi osztályunkban ilyen sose lehetett volna lehetséges, ami ebben történt. És az utolsó novella a kötetben, ami Őszi Aliznak a Rómeó és Júlia halál komolyan címűje volt. Gyerekek, így kell Enemies to Lovers sztorit írni. Ezt egy egész könyvben át tudtam volna olvasni már, mint hogy tényleg így kell Enemies to Lovers írni. Oda-vissza voltam érte, tehát így spot on, csodálatos volt. Nagyon-nagyon oda voltam azért a így a kötet végére szerintem egy tök jó volt, hogy azt odarakták, és akkor így nekem így tök magas. Tehát igazából erősen is kezdett a kötet, meg erősen is zárt a kötet, és közben is voltak nagyon jó novellák, és de mondom, tehát ezt így kiírogattam az értékelésembe, és majd a külön ezeknek szánt videót azt majd megcsinálom, és akkor abban megpróbálok részletesebben, mert és végigmennék mindegyiken, az sok lenne, de hogy tehát például még Tóth Esztertől az igazi hangunk volt, az amit kiírtam, Ecsédi Orsolyától a Lépésről lépésre, Stringó Rékától a Kelle a matek a focihoz, ja meg Seregítettől az Egyszer majd táncolunk, az is nagyon cuki volt. Azt hiszem ezek, de lehet, hogy a
Ja igen, meg Robert Katalintól szeretnél egy kis citát. Ezek voltak a kedvenceim ebből a kötetből. Nagyon tudom egyébként ajánlani olyan szempontból, hogy nekem is az olyan szempontból volt jó, hogy ebből a válogatásból egyedül jelenleg Ecsédi Orsolyától olvastam regényt, ami a Júli vagyok könyvmai volt, és azt nagyon szerettem. És ugye mivel van benne egy csomó már megjelent szerzőtől kötet, így az ember azt is tudja nézni, hogy akkor ki az, akivel érdemes lehet tovább ismerkedni, vagy ki az, akire esetleg figyelni lehet, hogyha esetleg valaha valami még megjelenik tőle. Mert voltak benne nagyon-nagyon jó novellák. Volt egy-két novella, ami ilyen elment, de hogy összességében egyébként tényleg nagyon jó kis novellák voltak benne, ami tényleg azt hozta, amit vártam ettől a könyvtől, hogy ilyen kis szívmelengető sztorik. Úgyhogy nagyon jó volt, Andi ajánlás, meg ismét betalált. Mondom, hogy Andi április volt ez, tehát hogy ez így, ez itt mind Andi ajánlás. És várhatólag a májusiban is lesz minimum egy, de legalább kettő szerintem. Ez ugyanazt jelentett ez. És az utolsó könyv, amit kiolvastam áprilisban, az egy újabb Wings of Fire kötet volt, ami nem más volt, mint a The Lost Continent árknak, felvonásnak a harmadik kötete, a The Poison Jungle. Nagyon-nagyon szeretem a Wings of Fire sorozatot, szerintem ezt már párszor elmondtam. Nagyon szeretem a hangulatát ezeknek a könyveknek, meg sárkányok, tehát hogy így már ott meg vagyok véve kilóra. Viszont ez már a 13. kötet volt, amit olvastam ebben a sorozatban. És a harmadik sorozat a sorozaton belül, a harmadik sorozat felénél járok gyakorlatilag, több mint a felénél. Nagyon jó, nagyon szeretem, de látom, hogy gyakorlatilag ugyanaz történt már a második sorozatban is, ugye a Jade Mountain Academy, vagy a Jade Mountain Prophecy sorozatban is, meg ebben is gyakorlatilag ugyanaz történik, mint az elsőben, amivel alapvetően nincs gond, csak így nagyon repetitív 13 könyv után a dolog. Tehát már az első sorozatban is, ami a Dragonaut Prophecy volt, ugye az volt gyakorlatilag, hogy a sárkánytörzsek húznak szét, és hogy az lenne a lényeg, hogy együtt dolgozva mi ennyi mindenre képesek vagyunk. Ugye ezzel indult a második is, az a lényege a Jade Mountain Akadémiának, hogy a sárkánytörzseket összebarátkoztassák egymással a háború után, és ugyanerről szól a harmadik adag is, csak itt az új kontinensen van konfliktus az ottani törzsek között, és így értem én, hogy ez egy folyamat, egy hosszú folyamat, és hogy különböző konfliktusok vannak, de most már így 13 könyv után kezdem azt érezni, hogy nagyon egyformák a dolgok, tehát hogy gyakorlatilag még a karakterek is egészen megfeleltethetőek egymásnak, tehát az első adag szereplőnk, a második adag szereplőnk, meg a harmadik adag szereplőnk is mindegyikben összetudott kötni, hogy ki melyik karakternek felel meg. Például itt a harmadikban, aki a narrátorunk volt, Sandu, ő gyakorlatilag Tsunami, csak egy kicsit mérgesebb verzióban. Mivel nagyon szeretem a sorozatot, ezzel így nincs különösebben probléma, de látom, és emiatt mondom azt, hogy ne legyen negyedik felvonása ennek a sorozatnak, mert hogyha ezt itt így lezárjuk, akkor szerintem így elég lesz. És ezért is mondom azt, hogy az első öt volt eddig a legjobb, meg az volt a legjobban egyben, talán. Még ugye ezt nem fejeztem be, de az első öt volt eddig a legjobb. Ami úgymond újítás volt már, mint már így a második sorozatban is voltak így mellékszereplőkről említve ilyen... Nagyon belementünk már a... Most már nagyon, nagyon romantikus szálakon fut ez a második két sorozat, nagyon sok volt a romantikus szál az elsőhöz képest. És mindegy, bejöttek így az LMBTQ-s mellékszereplő említések, ami miatt, jó tudom, vannak ilyen emberek, csak miért, mindegy, ami miatt egy csomószor azok a top értékelések a Wings of Fire könyvek alatt Goodreads-en, hogy hát egy csillag, mert hogy a szerző támogatja az LMBTQ community-t, és hát úristen, ezért nem adhatok ennek a könyvnek több csillagot, mert én ezzel nem értek egyet, és ilyet nem akarok felolvasni a gyereknek, mondom, jó. Na mindegy, és ez volt az első könyv, ahol a főszereplő volt konkrétan, az LMBTQ tag. Nem tudom, ez mennyire spoiler, de hát 13 könyv után nem tudom már, mit tudok róla mondani, mindegy, a lényeg, hogy leszbikus sárkányaink vannak benne. Amúgy én azt a szállat tök elvesztem benne, de hát ugye én nem vagyok homofób, szóval, ja. Ezért nem is csillagoztam le emiatt a könyvet. Ugye ez a közepes sorozatnak
nem tudom, mit tudnék még róla elmondani. Várom a folytatást meg a befejezést nyilván, csak tényleg ezen a ponton azt mondom, hogy oké, ezt zárjuk le, és utána nincsünk búcsút ennek, mert hogy nem hiszem, hogy van ebben annyi, vagy lenne ebben még annyi, hogy ezt még egyszer végig lehessen olvasni. Mert most már én is kezdem nagyon azt érezni, és én tényleg oda-vissza vagyok ezért a sztoriért, hogy ez így elég volt. Tehát, hogy ez így most már nagyon repetitív lesz a végére. Na mindegy, de kíváncsi vagyok, hogy mi lesz így a kicsúcsosodása ennek az egésznek. Ja, úgyhogy már csak két Wings of Fire kötet van hátra a fősorozatból, de amellett még van elég, még van pár ilyen kiegészítő kötet, meg ilyen kis regény kiegészítő kötet, úgyhogy még el leszek egy darabig Wings of Fire fronton. És ennyi. Ennyi volt az összkönyv, amit olvastam áprilisban. Így plusz egy, ugye, amit nem tudok mutatni, mert nincs meg. Kommentben írjátok meg, hogy ti milyen könyveket fejeztetek be a hónapban, és köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!